Kedves nézők, Önök a Kölcsei Televízió Weekend című műsorának második részét látják. Következő vendégünk Rémiás Tibor úr, a József András Múzeum igazgatója, és hát nagyszerű hírekkel, különlegességekkel és sok-sok témával érkezett hozzánk ide a stúdióba. Jó estét, igazgató úr! Kezdjük a legnagyobb durranással, nem tudom, hogy inkább, nem is tudom, a mérettét tekintve, vagy az értékét tekintve, különleges az a kép, amelyet a Tirpák Fesztiválon mutatnak be a nyíregyházi nagyközönségnek, annak ellenére, hogy bizony már nagyon régen festette egy nyíregyházi festőművész. Igen, a Tirpák Fesztiválra koncentrálunk, és arra szeretnénk bemutatni ezt a nagyon szép festményt. Z. Szalai Pál festette az 1930-as években. Egy ismert nyíregyházi festőről van szó, és egy monumentális képet készített a nyíregyháziak, tehát ahogy megérkeztek a tirpákok tulajdonképpen Nyíregyházára, tehát betelepülés Nyíregyházára, ez a festménynek a címe. Méretei azok kolosszálisak, tehát 6 méter hosszú festményről van szó, és körülbelül 3 méter magasról. A középpontban természetesen Gróf Károly Ferenc van, amint a dokumentumot átadja, és ezzel jelzi, hogy ő várja azokat, akik földműveléssel szeretnének itt Nyíregyháza környékén foglalkozni. És természetesen látjuk a szekereket is, amint bevonulnak. Mindenkinek figyelmébe ajánlom ezt a szép képet. Tehát 22-én a Tirpák Fesztivál előtt egy nappal szeretnénk ezt bemutatni. 15 órakor lesz a megnyitója ennek a festménynek, vagy leleplezése, és a József András Múzeum első emeleti kiállító terének haljában tudtuk csak elhelyezni, mert akkora a mérete. Mint egy óriás poszter tulajdonképpen, igen, ami manapság, igen, ugye divat. Eddig is az Önök gyűjteményében volt ez a kép, de ugye felújításra, restaurálásra várt. Igen. Ez már tulajdonképpen a következő témánkat is bevezeti, hiszen azt hiszem, hogy nagyon sok embert érdekel az, hogy is néz ki tulajdonképpen egy restauráció, miért olyan munkaigényes, miért kerül olyan sok pénzbe. Ha jól tudom, valami ilyesmire is készülnek. Így van. Mégpedig jövő héten, 14-én Restaurátorok műhely titkai címmel nyitunk meg egy kiállítást, egy időszaki kiállítást, amely egészen december elejéig látható majd. Ennek a tárlatnak a lényege az, hogy a restaurátor szakma diploma munkáit mutatjuk be. Tehát bizonyos időközönként létezik számukra iskola, ugye lehet jelentkezni, aki restaurátorra, restaurátor művészé szeretne válni, és most a 2016-17-ben végzetteknek a diploma munkáit mutatjuk be. Ezek mondom, gyönyörű. Nincs túl sok restaurátor, nincsen Magyarországon. Nincsen. Van valami előfeltétele annak, hogy valaki restaurátor legyen? Tehát valami alapdiploma? Vagy? Természetesen kézügyességre van nagy szükség, másrészt nagyon sok ismeretre, harmadrészt tehát tetrekészségre, ugye, hogy vállalkozzon valaki arra, hogy egy műtárgyat, ami tulajdonképpen sérült állapotban van, megújítsa. Tehát ismét visszahozza eredeti állapotára, hogy hogyan is nézett ki ez régen. Most ennek a kiállításnak épp ez a lényege, hogy bemutatjuk azt is, hogy hogyan nézett ki a műtárgy, és mi lett utána, amikor értők ezek hozzányúltak ehhez a tárgyhoz. Ez a before after, így van, ugye, így van, klasszikusan. Így van, nagyon így van. Megdöbbentőek egyébként ezek a képek? Nem csak festményekről van szó, tehát itt mindenféle anyaghoz hozzányúlunk. Tehát itt bőrtől, fémtől, textiltől, papírtól kezdve mindent bemutatunk üvegen át. Tehát például spanyol női nyereg, ami megjelenik, vagy pedig egy jatagány, török jatagány fegyver, hogy lett restaurálva. Vagy mondhatnék textilt például, Kálai, ugye a Kálai gyűjtemény nálunk található, és Kálai Tamás mentéjének a teljes restaurált állapotát be tudjuk mutatni, amit amikor majd a Kálai házat átveszi a múzeum, akkor ezt ott természetesen állandó kiállításban szeretnénk is bemutatni. Na de addig itt ez megtekinthető,
de számtalan más is, és a kiállításhoz kapcsolódik egy konferencia, és a konferencián pedig ugye megfelelő színvonalú technikával, projektoros előadásokban a restaurálás folyamatait is bemutatják maguk azok az emberek, maguk azok a szakemberek, akik elvégezték ezeket a munkákat. Tehát személyesen is lehet velük találkozni. Nagyon izgalmas. És a vágyfülűeknek meg egy kis muzsikát is ajánlunk még, ez pedig a Muzsikáló Múzeum. Ismét muzsikál a múzeum, ugyanis tavaly már egyszerre nagy sikere volt ennek a programunknak, és úgy gondoltuk, hogy felkaroljuk. Tudjuk ugye, hogy a múzeum az hagyományőrző, de mi hagyományokat teremtünk is, például ezt, hogy ismét muzsikál a múzeum. Ez e hónap, szeptember minden csütörtökén 17 órakor várjuk a látogatókat. Ez nem csak simán egy koncert, hanem a koncert előtt mindig van egy rendkívüli tárlatvezetés. Mindig más-más tárlatnak a rendkívüli vezetését ajánljuk fél órával előtte. Tehát először tárlatvezetés, és utána pedig a jól megérdemelt munka után pedig egy kis szórakozás, koncert. Szemnek, fülnek, testnek, léleknek, igen, mindent egy helyen a József András Múzeumban. Köszönjük szépen, igazgató úr! Stílusosan csapjunk a lovak közé. A 10. fogadhajtó versenyen ez fog történni. Baktalú Rendháza polgármestere Nagy Lajos úr a vendégünk. Jó estét kívánunk! A 10. alkalom... Azt gondolom, hogy itt már mindent tudnak azok, akik ezt a rendezvényt szervezik, de ugye ez tulajdonképpen a Városnap keretében, vagy akár kísérő rendezvényeként kerül megrendezésre. Itt a Weekend műsorában többször beszélgettünk már arról, hogy kisebb települések életében gyakorlatilag egy-egy városnap vagy falunap tulajdonképpen az év egyik ünnepe, amikor össze lehet gyűlni, meg lehet pihenni, lehet beszélgetni. És amikor mindenki az idő hiányra panaszkodik, akkor azért fölmerül bennem a kérdés, hogy van még lelkesedés az emberekben, vagy van még tényleg őszinte vágy arra, hogy olyankor valóban ünnepeljenek, és egy picit lelassuljanak. Hogy érzi polgármester úr? Nagyon jó volt a felvezető és a bevezető. Egyetértek azzal, hogy valóban a mindennapi rohanás közepette, községekben, kisvárosokban ez a városnap nyújt egy kis felüdülést. Természetesen ehhez szükségesek a megfelelő programok, megfelelő időjárás. Nálunk ugye minden évben szeptember második hétvégén kerül sor a városnapi rendezvényekre, és én úgy gondolom, hogy ekkor viszont a családok kimozdulnak, áldoznak időt erre a szabadidős tevékenységre, tehát mi is számítunk nem csak a Baktalú rendháziak részvételére, hanem a környező településeken élők részvételére is. Ugye gyakorlatilag a szeptembernek ez a második hete talán azért is szerencsés, mert már úgy a nyári munkákból az emberek szépen lassan talán meg is pihennek, az iskola kezdésen is túl vannak, anyukák befették a könyveket, de azért mégis nincs még annyira hideg, hogy akár ugye a természet lágyölén is lehet szórakozni. Mi mindennel várják, vagy milyen programokkal várják most a Városnapon a környékbelieket? Említésre került a 10. fogadhajtó verseny, aminek most az a sajátossága, hogy egyrészt jubileum, tehát 10. alkalommal kerül erre sor Baktalú rendházán, másrészt pedig azért, mert a résztvevőket úgy próbáltuk összeszervezni a társszervezőnkkel, hiszen nem csak az önkormányzat a rendezvény szervezője, hanem a helyi Baktalú rendházai hagyományőrző lovasport egyesület, tehát közösen rendezzük ezt az eseményt. Olyan fogadhajtókat hívtunk erre a napra, akik a korábbi 9 alkalommal sikeresen szerepeltek, többször voltak már Baktalú rendházban fogadhajtó versenyen, tehát ez egy válogatott fogadhajtó verseny lesz, és bízunk abban, hogy ettől ez még érdekesebbé válik. Természetesen nem csak a 2. fogadhajtó versenyről beszélhetünk ezen a napon, hanem rengeteg kísérő rendezvény lesz a Nyírkécsi úton lévő szabadidő centrumunkban. Egyrészt sor kerül ízek fesztiváljára, vagy a főzőverseny, ha egyszerűbben fogalmazunk. Hagyományos kézműves szakmák mutatkoznak be, kirakodóvásár is lesz a
telephelyen, illetve a rendezvény helyszínén, illetve várjuk a környező települések, a járáshoz tartozó kis térséghez tartozó települések bemutatkozó sátrát is. Tehát én úgy gondolom, hogy aki kilátogat, az nem csak a lovakban, a fogatokban gyönyörködhet, hanem a háttér rendezvények is gazdagon megjelennek majd. Van valami speciális étel, ami mindig minden alkalommal megjelenik, amit ott a Baktaló rendháziak különösen kedvelnek? Mindig más a speciális étel, tehát ilyen formában nem beszélhetünk nyerő ételről. Válogatott zsűri szokta elbírálni az ételeket, és ők választják ki a nyerő ízt, így van. Folytatnám akkor még a városi napok programját, tehát 17 órakor a szabadidőcentrum területén bezárul a rendezvény, tehát a fogadhajtóverseny véget ér, és azt követően pedig a város főterén kezdődnek a kulturális programok. Úgy gondolom, hogy minden korosztály és minden zenei stílus megtalálhatja majd a maga rendezvényét, a maga előadását. Többek között a Vétek együttes élőkoncertjét emelném ki, a Fieszti együttes fog fellépni, de a mulatós zene is jelen lesz a városnapon egészen 22 óráig, és ezt követően tűzijátékkal zárjuk a rendezvényt. Hát legény legyen a talpán, aki ezt reggeltől késő estig végig bírja majd enni, inni és mulatni is, de hát azt gondolom, hogy itt éppen az a lényeg, hogy meg lehet pihenni, akár haza lehet szaladni és folytatni, lehet gyakorlatilag a szórakozást. Tulajdonképpen ugye említettük az egész palettát. Annyit talán arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan néz ez ki a gyakorlatban? Ezek a fogatok, ezek már előző nap megérkeznek, vagy a megye több területéről, az ország több területéről érkeznek? Korán reggel érkeznek, jellemzően Szabolcs és Hajdú megyéből lesznek jelen fogadhajtók. Reggel 6 órára, 7 órára érkeznek meg, ezt követően egy felvonulás lesz a településen, és 9 órakor kezdjük magát a programot. Megnyitóval országgyűlési képviselő jelezte részvételét, és azt követően kezdődhetnek a versenyek. Hát akkor kívánunk nagyon jó szórakozást, és az, hogy nagyon sokan látogassanak el önökhöz, és gyakorlatilag boldog születésnapot a 10. jubileumhoz. Köszönjük szépen, mi is várunk szeretettel mindenkit. Mi pedig hamarosan egy különleges terápiával folytatjuk a műsort. A Most élsz Egyesület elnöke Farkas Árpád lesz a vendégünk. A nézőknek talán annyit el kell mondanom erről az egyesületről. Autista gyermekek szülei hozták létre, és elsődlegesen gyakorlatilag arra koncentráltak, egy paradigmaváltás történt ezen a területen, hogy azok a gyerekek, akik autizmussal születnek, ők is fejleszthetőek, ugye ezt eddig is tudta a gyógypedagógia, hogy megfelelő terápiákkal, tanítással nagyon sokra lehet velük haladni, de mégis az egyesület és nagyon sokan Magyarországon és a világban úgy gondolják, hogy a táplálkozás nagyon-nagyon sokat számít, illetve az, hogy ezek a gyerekek milyen táplálék kiegészítőket kapnak, mennyire egészségesen élnek, és az ezzel kapcsolatos orvoslásban is nagyon sok reformot fedeztek föl. Ennek tulajdonképpen elkötelezett szószólói az egyesület tagjai. Jó estét kívánok, szia Árpi! Szép estét kívánok minden nézőnek! Ismerjük egymást nagyon régen, és én az egyesület életét figyelem, önkéntesként is sokszor próbálok segíteni. Most egy különleges terápiát hoztok el, tulajdonképpen a gyógypedagógiai palettát színesítitek ezzel a terápiával, aminek a neve ABA, vagy ABA terápia, nem ABBA, az egy másik dolog, azt is lehet közben hallgatni, tehát ABA terápia, és elsődlegesen szülőknek és pedagógusoknak hirdetitek meg, kétnapos ez a képzés, lehet ezt mondani? Vagy workshop, egy kíváncsiság felkeltés szülők és szakemberek részére. Nos, mi mindent tudnál így hirtelen elmondani, úgy, hogy te még ugye nem vettél részt ezen a workshopon, viszont az a hölgy, aki ennek a mestereit Magyarországon, ő maga is egy autista kisfiú édesanyja.
Igen, az Egyesületünk egy új oldaláról mutatkozik be, ahogyan itt felvezetted, felkonferáltad, ez idáig a paradigma váltással foglalatoskodtunk. Azon belül az autizmusnak az organikus hátterét próbáljuk feltérképezni, az oki kezelését, de hát itt elmaradhatatlan eleme a gyógypedagógiai fejlesztés. Ez az úgynevezett ABA-terápia, ez egy alkalmazott viselkedés terápia. 1960-ban egy kutató kezdte ezt alkalmazni, és a 60-as évektől Amerikában honosították meg, és a mai napig folytatódik ennek a fejlesztése, a tökéletesítése. El kell mondjam, hogy klinikai teszteken átment terápiára van szó, illetve ez az egyetlen egy olyan terápia, ahol klinikai vizsgálatokkal igazolták ennek a hatásosságát. 2 és 6 év közötti korcsoportokat, kontrollcsoportokat hoztak létre, és az autisztikus tüneteknek a 47%-kal történő javulását eredményezte ezt, de ezen felül nagyobb korosztályoknak is természetesen alkalmazható. A lényege az, hogy itt szintén egy formabontó módon, sajnálatos módon idehaza ugye tudjuk, hogy pedagógiai szakszolgálatoknak, illetve más pszichológusoknak is nagyon nagy probléma az, hogy nem tudnak kellő időt folytatni egy-egy gyereknek a vizsgálatára. Itt viszont az a lényege, hogy a gyerekpszichológus elmegy a családhoz, két-három napon keresztül vizsgálja a gyereknek, illetve a családnak az interakcióit, és gyakorlatilag egyfajta viselkedési tematikát, egyfajta komplex nevelési tanácsadást látja el, hogy hogyan lehet ebből a gyerekből bármit is kihozni. Hát igen, az nagyon ideális lenne, hogyha ugye most akár egy pszichológusról, akár egy orvos-beteg kapcsolatról beszélünk, hogyha nem futószalagon történnének gyakorlatilag a vizsgálatok, és megfelelő időt tudna tölteni a szakember tényleg a probléma feltérképezésével. Ugye Árpi, neked van egy autista kislányod, tehát a mindennapokban is ezt éled, próbáltok különböző terápiákat és különböző segítségeket kihasználni, illetve megismerni. Mi a tapasztalatod, mennyire vannak még mindig a szülők esetleg magukra hagyva abban a pillanatban, amikor mondjuk kiderül, hogy valami probléma van, hogy a gyerekük nem úgy fejlődik, ahogy kellene, hogy 2 éves koruk körül mondjuk a gyerekek elfelejtenek beszélni. Van elég segítség, vagy az internet a legfontosabb segítség a szülők számára? Sajnos az a legfontosabb segítség jelenleg az internet. További tapasztalat is a szomorú tények, hogy sajnálatos módon a szülő egyedül marad ebben azonosulással, magára marad, és gyakorlatilag, ahogy említetted, itt az internet segítségével tartjuk a kapcsolatot, tartjuk a lelket egymással, és adjuk a különböző ötleteket, tanácsokat. A pici lánya most 12 éves, nála főleg táplálkozási terápiákkal folytattam a fejlesztéseket. Gyakorlatilag sajnálatos módon még mindig nem beszél. Ebben egyidejűleg ugye az iskolába, a Bárciba kapja pedagógiai fejlesztéseket, és nagyon nagy probléma számomra is, és a szülőtársak számára is, hogy amikor bekerül egy intézménybe, ugye ott foglalkoznak fel a pedagógusok. Amikor a szülőnek engedi még az ideje, illetve anyagiakba is rá tud áldozni, hogy heti 1-2 alkalommal, 1-2 órára elviszi a gyereket gyógypedagógusos fejlesztésre. Ez nagyon nagyszerű dolog. Viszont a gyerek ezután, ezt követően visszakerül a saját környezetébe. Ennek a terápiának az lenne az egyik legnagyobb momentója, hogy a szülő a pedagógussal egy hajóban, egy irányba evezzen, és ne kerüljenek ellentétes nevelési eszközök. Igen, tüzeibe. A szülő gyakran azt hiszi, hogy elviszi valahová a gyereket, ott majd így egy varázspálca segítségével megjavítják, és neki nincs semmi dolga, de én is azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag az édesanyja és az édesapa az, aki szinte 0-24 órában, főleg a korai életkorban a gyerekekkel van. Egy pontos időpontot, ha még mondasz nekünk, illetve hol lehet érdeklődni, akit esetleg most a beszélgetés kapcsán megérintett, vagy a családjában, vagy a környezetében autista kisgyermek van, és szeretne egy kis segítséget, kapaszkodót. Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond megye és városi könyvtárban, szeptember 23-án és 24-én lesz ez a workshopunk, ez a rendezvényünk, amire várunk szeretettel mindenkit. A rendezvény regisztrációhoz kötött, és az autistákért@gmail.com, illetve jó magam 0620
9473977 a számon. Ezt nem tudjuk megegyezni, viszont azt gondolom, hogy a Most Élsz Egyesületet, illetve Farkas Árpádot akár egy közösségi oldalon is bombázhatnak ezzel a, azt gondolom, hogy közérdekű és sokak számára nagyon fontos és tényleg húsba vágó témával. Hát köszönjük szépen, Árpi, hogy eljöttél hozzánk, és sok sikert kívánunk. Mi pedig műsorunk végén még egy kicsit kávézunk, a Labor Caféból érkeznek vendégeink. Kövesdi Levente, a Labor Café oszlopos tagja, aki egyébként egykor itt a Kölcsei Televízióban dolgozott műsorvezetőként és szerkesztőként. Levikém, te valamit itt elrejtettél, ami miatt folyton visszahívnak. Olyan vagy, mint egy mágnes, vagy valamiféle, tehát tested és szellemed egy darabkája itt maradt szerintem a stúdióban, ezért nagyon nagy szeretettel látunk mindig. Köszönjük szépen, mi is nagyon nagy szeretettel jövünk ide, és azért egyébként meg tök jó érzés úgy ülni ebbe a székbe, hogy már most vendégként, mert amikor annak idején ezt 3 év után befejeztem ezt a műsort, akkor az volt a gondolatom, hogy na, milyen érdekes lesz vendégként visszatérni, és most már gyakorlatilag meg annyit vagyunk vendégként, hogy most már ez elvesztette az újdonságát. Csinálunk egy kicsit ilyen labor kafé rovatot szerintem lassan, de most nem jöttél egyedül. Igen. Két nagyon helyes fiatallal érkeztél. Where are you from? Honnan jöttetek? We are both from Italy. Yes. Olaszországból. Hát nagyon stílusosan, ugye mi egy olasz étellel, egy finom mozzarellával és egy tonhal salátával indítottunk, de ők most nem főzni jöttek Magyarországra. Meséljetek egy picit arról, hogy milyen célból érkeztetek. Az apropó az, hogy I begin and after that I ask if some question comes. Abból a célból érkeztek, hogy ők ugye a Mustárházban vannak most, mert hogy ez az Erasmusos önkéntes program, ez már elég régóta működik, és ez Nyíregyházán is azért nagyon komoly, mondjuk úgy, hogy hát ilyen egyfajta népesség áramlás biztosít, ami azt jelenti, hogy fiatalok jönnek ide Nyíregyházára, és itt eltöltenek igen hosszú fél év, vagy akár egy éves időszakot, és akkor itt vannak a városban, ismerkednek az emberekkel, ismerkednek a kultúrával, és ők is ennek a pályázatnak, vagy ennek a programnak a keretei között érkeztek ide, és megkeresték a kávézót azzal, hogy szeretnének csinálni egy úgynevezett ismerkedési estet, ahol ők gyakorlatilag mindannyian eljönnek, elhozzák a saját, hát mondjuk úgy, hogy tradicionálisnak mondható ételeiket, amit itt el tudnak készíteni, és csinálnak egy ilyen kis zenés összejövetelt pont azért, hogy megismerkedhessenek ők is azokkal a fiatalokkal, illetve emberekkel, akik kíváncsiak az önkéntes programokra, vagy akár azokra a nemzetekre, országokra, ahonnan ők érkeztek. És ez jövő hét pénteken lesz a kávézóba, tehát annak az apropóján vagyunk mi most tulajdonképpen itt, hogy helyet adunk egy ilyen nemzetközi ismerkedési esnek. When did you arrive in Nyíregyháza? We arrived 7 months ago in February, and we have to stay here until the next February. It's 1 year all the project. Yes. Tehát februárban érkeztek Nyíregyházára, és egy egész évet fognak itt tölteni. And do you like Nyíregyháza? Yeah, it's a nice city. It's really nice. I've never been in Hungary before, but I like it. It's a nice place. Azért azt gondolom, hogy ez egy rendkívüli dolog, hogy egy évet eltöltenek, és azért Nyíregyháza nem egy óriási város. Tehát miért éppen Nyíregyháza? És miért nem Budapest, ugye vetődik fel az emberben a kérdés. Why do you choose Nyíregyháza and not Budapest, for example, to be a volunteer? Actually, it was very interesting the project because of the radio. And yeah, it's easy to choose Budapest. Also, Nyíregyháza was interesting and yeah, the place is good. We are having fun. We are working good. So it's a nice place. We are good here. We are spending a good time. Yes. Hogy tervezitek ezt az estét? Egyetlen egy alkalom lesz, amikor ők bemutatkoznak, vagy akár ebből lesz egy rendszer? Ez nagyon jó kérdés. Ezt nem tudjuk még mi sem. Ez az első ilyen alkalom, amikor mondjuk úgy, hogy helyet adunk egy ilyen jellegű ismerkedési esnek, hiszen végülis az önkéntesség az egy nálunk is fontos dolog, és az egyik nagyon vonzó benne pont az, hogy el lehet utazni, illetve vendégül lehet fogadni ugye más nemzeteknek a képviselőit, és ez lesz az első alkalom, úgyhogy az, hogy fog sikerülni, ebből egyébként simán lehet rendszert csinálni, mert hogyha jól sül el,
akkor, hát akkor szívesen adunk még ennek teret, hiszen ezért ez egy folyamatos, mondom, ez már 10 éve rendszeresen jönnek. Én emlékszem, 2009-ben találkoztam az első csoporttal, akik szintén ilyen önkéntesként voltak itt, és akkor is Izlandról. Tehát, hogy egyébként ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog, hogy itt van egy ilyen picike város, mondjuk úgy, és hogy ilyen nagy forgalom van a különböző nemzetekből. És esetleg olasz nyelvet is tanítanak az érdeklődőknek? Do you teach is Italian language? Yeah, we have some students that comes for Italian language or also English lessons. Of course, they are completely free for the community, whoever wants to come, it's free to do it, and we are 8 volunteers, and we are 4 Italians, then 2 Spanish, 2 Russians, so we offer also language lessons. Hát ugye ez egy tulajdonképpen egy ilyen nemzetközi nyelv óra, ami ott zajlik, ugye vannak oroszok, spanyolok, olaszok, igen, most már magyarok is. Magyarok, és do you know some Hungarian? Yeah, the first word that we learn is egészségedre. And also we are starting to learn more deeply the language. Yes, we are having kind of a lesson with one friend that is teaching us Hungarian. Hungarian is very difficult. Yeah, it's difficult. It is. But interesting, yes. Pontos időpontot, mikor kell, be kell jelentkezni? Hát be kell bejelentkezni, nem kell, mi azt tervezzük, hogy jövő héten pénteken, este 6 órakor ők megérkeznek, és akkor hoznak, már hozzák a kis kóstolót, meg stb. Mi lesz a menü? Ha már itt kajával kezdtük a műsort, akkor esetleg van-e már terv? Oh, do you have some plan about cooking? For the menu, for the food, on the night, on the event. Yeah, from Italy we can make something of. Something, some cakes, some sweet things, and also salty. But also the guys from Spain, they are preparing tortilla de patatas, and also we can ask for some Russian things to do. Yes. Yeah, the main point will be the Italian cuisine. You know, it's the best food in the world. So. Édességet készítenek ők, a spanyolok tortillát vagy. Tortilla volt, igen. Tortilla volt, ugye? Igen, igen, és az hogy az orosz önkéntesek mit készítenek, az még tervezés alatt. Sós heringet, mondjuk, vagy egy kis vodkát, egy vodkát, nem? Igen, vodkát. Azt hiszem. Hát köszönjük szépen, thank you very much, és, vagy grácia, úgy azt gondolom, hogy még stílusosabb, és akkor mikor jössz Levikém legközelebb? Nem tudom, most lehet, hogy egy picit fogok tartani szünetet, hogy megfelelően kiéheztessem a rajongótábort, és akkor utána, hogyha eljött az idő, akkor jövünk megint. Akkor jövő pénteken egy nagy nemzetközi happeninggel vártok mindenkit a Labor Caféban. Így van. Hát köszönjük szépen, a kedves nézőknek is köszönjük. Gyakorlatilag keretes költemény volt, ugye finom olasz ételekkel indítottunk, és most ennek az ígéretével zárjuk a mai műsort. Remélem, hogy önök is megéheztek a programokra is, amiket kínáltunk, és egy kellemes vacsorára is. Találkozunk egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok a teljes stáb nevében, viszontlátásra!